Hogy érzed a könyöket, hogy funkcionál? Hát nem próbálgattam, kicsit fáj, támaszkodni nem akartam rajta még. Milyen, ha megpróbálnánk egy pár mozdulatot, edzés mozdulatot? Nem biztos, hogy... Így bemelegíteni a játékra. Nem biztos, reggel. Hogy az edzés kívánja, így. Hát light it csak. És lesz valami vigaszdi? Hát mit szeretném, hogy legyen a vigaszdi? Nem is tudom. Reggeli? Például. Egy reggeli edzésnek van egy ilyen önindító hatása, egy ilyen napindító hatása, ezért is én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy amikor az ember csak teheti, akkor edzéssel kezdje a napot, és ha már edzeket, akkor gondoltam, megkérdezem Jankát is, hiszen ő ebben mindig partner. Hát egy kicsit. Kicsit érzed még? Hát nem biztos, de... Fekvőzni kéne. Megnézzük. Jó, az persze. Kemények vagyunk, nem? Igen. Akkor toljuk. Na. Legyen. Azt a mindenit. Valaki nagyon erős. Nagyon örültem és megkönnyebbültem, amikor Janka jött és látszott rajta, hogy nem zavarja a könyök sérülése, ami az exobolon történt. Ott szerintem az egész csapat kicsit megijedt, mert ő látszott rajta, hogy fáj neki, és teljesen el volt zsibbadva, de hál' Istennek így ma reggelre már úgy néz ki, hogy elmúlt a fájdalom, és abszolút használható a könyöke. Szükséges lesz rá, hiszen menni kell tovább, és ma élmény lesz, szeretnénk elsősorban nyerni, és ha ezzel jön egy élmény, az már csak egy plusz.